szavazóinak egynegyedét vesztette el a kormányzó Egységes Oroszország párt az oroszországi parlamenti választásokon. 8 Ferrarit és egy Lamborghinit törtek össze sofőrjeik egy japán autópályán. Jó napot kívánok! A pártokkal és a társadalmi partnerekkel hétvégén tartott egyeztetés után tegnap késő este bemutatta megszorító csomagját az új olasz miniszterelnök Mario Monti. Az intézkedési terv szerint egyebek mellett 1,5%-os egyszeri adóval sújtják a külföldi bankokból kedvezményes adóval Olaszországba korábban visszahozott vagyonokat. Az adókulcsok egyelőre nem változnak, de 2012 második felétől várható az általános forgalmi adó emelése. Újra bevezetik és megemelik a Berlusconi kormány által korábban eltörölt ingatlanadót, járulék fizetés szerinti nyugdíjrendszert vezetnek be, 66 évre emelik a nyugdíjkorhatárt, és a visszavonuláshoz nőknél ezentúl minimum 40 év, férfiaknál pedig 42 év járulék fizetés kell majd. Szintén takarékossági intézkedés, hogy jelentősen csökkentették a megyei közigazgatási testületek létszámát és a független állami hatóságok számát. Továbbra is törékeny Írország gazdasága, a helyreállás pedig évekbe fog telni. Erre figyelmeztetett az ír miniszterelnök. Enda Kenny a televízióban intézett beszédet a Nemzethez, amelyben azt közölte, hogy a 4 éves helyreállási időszak sokan, például a lakástulajdonosok és a munkanélküliek számára nagy nehézségeket fog jelenteni. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy az ország jelenleg 16 milliárddal többet költ évente, mint amennyi a bevétele. Kenny ma és holnap jelenti be kormány a költségvetési javaslatát, amely tudhatóan kemény megszorításokat fog tartalmazni. Az intézkedések között szerepel például a gépjárműadó emelése, valamint az áfa növelése 23%-ra. Írországban 30 éve nem volt példa arra, hogy egy vezető a televízióban szóljon az állampolgárokhoz. Győzöttem szavazóinak egynegyedét elvesztette tegnap a kormányzó Egységes Oroszország párt az oroszországi parlamenti választásokon. Amíg a Vlagyimir Putyin jelenlegi miniszterelnök és Dmitrij Medvegyev államfő fémjelezte tömörülés 2007-ben a voksok 64,3%-át szerezte meg, most úgy tűnik meg kell elégedniük a szavazatok 48,5%-ával. A Rosszia 1-es televízió csatorna által közölt adatok szerint a megméretetésen a második hely a kommunisták élet. Ők 19,8%-ot szereztek. Ha az eredmények az exit poll előrejelzésének megfelelően alakulnak, az azt jelenti, hogy Putyin pártja elveszíti kétharmados többségét, 315 helyett már csak 220 képviselőt küldhet a Dumába, és nem módosíthatja kényekedve szerint az alkotmányt. Ellenzéki győzelemmel végződtek a választások Horvátországban és Szlovéniában. Horvátországban komoly vereséget szenvedett az eddig kormányzó jobboldal. Az előzetes adatok szerint hatalmas fölénnyel nyerte meg a horvát parlamenti választást a 4 pártot magában foglaló balközép úgynevezett Kukuriku koalíció. 44,5%-os eredménnyel 83 mandátumot szerzett az új törvényhozásban, míg a kormányzó horvát demokratikus közösség 22,1%-os eredményt ért el, és ez mindössze 40 mandátumhoz elég a 151 fős zágrábi parlamentben. Szlovéniában váratlan győzelmet arattak a balközép pártok. A legtöbb szavazatot az alig 2 hónapja alakult Pozitív Szlovénia kapta, amelyet a főváros Ljubljana polgármestere alapított. A világ egyik legmagasabb inflációjának leküzdésén dolgozik jelenleg a venezuelai kormány. Hugo Chávez elnök az árak központi szabályozásával próbálja megfékezni a termékek drágulását. Az infláció csökkentésére kidolgozott új törvény szerdán lépett hatályba a dél-amerikai országban. A szabályozás célja az árak stabilizálása és az árukhoz való hozzáférés biztosítása. Az elmúlt évek árszabályozásai ugyanakkor gyors termékhiányhoz vezettek. Nem tudok mindent egy helyen megvásárolni. Nincs olaj, mosogatószer és liszt, panaszolja ez a nő, aki a hagyományos karácsonyi népi étel az alaká elkészítéséhez is nehezen találja a hozzávalókat. Az árszabályozás csak a mindennapi élethez szükséges árukra terjed ki, így például a cigarettára és az alkoholra nem vonatkozik. A kormány arra törekszik, hogy a gyógyszerek, az ételek és az iskolai ellátás terén ne legyen hiány. Kritikusok szerint viszont az infláció szabályozása a legfontosabb árucikkek terén tapasztalt hiányt fog erősíteni. Az olajban gazdag ország 26% körüli inflációval küzd,
amely nem kis fejfájást okoz a jelenlegi szocialista elnöknek, főleg a jövő évi elnökválasztás közelettével. A rákból felépült Chávez minden esetre elszánnak bizonyul az új tervére vonatkozóan. Az a legjobb, ha a polgárok, kereskedők, áruszállítók és a spekulánsok együttműködnek, mert ha nem, akkor én fogom alkalmazni velük szemben a törvényt. Én vagyok a felelős a folyamatokért, és ellenkező esetben elfoglaljuk a gyárakat, a vállalkozásokat, és államosítani fogjuk őket. A törvény sértőkre pénzbírság, vagy rosszabb esetben a vállalkozás államosítása vár. Elkészült a Szovjetunió összeomlása utáni első metróhálózat Közép-Ázsiában. Az 1 milliárd dollárt meghaladó projekt kivitelezése több mint két évtizeden át tartott Kazahsztánban. A metró építését még a Kreml rendelte el 1988-ban. A 90-es években azonban leállították a munkálatokat, és csak a múlt évtizedben kezdtek újból neki a folytatásnak. A metró építésének költségei teljes mértékben az állam fedezte. A 8,6 km hosszú vonalat úgy építették meg, hogy földrengéseknek is ellenálljon. A közép-ázsiai országban ugyanis gyakoriak a földmozgások. Nurszultán Nazarbajev elnök, aki 20 éve vezeti az országot, az első között utazott a metróvonalon. Hivatalos nyelv lehet az orosz Lettországban. A balti állam orosz kisebbségének ugyanis az előzetes eredményközlések szerint sikerült annyi aláírást összegyűjteniük, hogy az ország alkotmánya módosításra kerülhet. Végéhez közeledik az orosz ajkúak azon küzdelme, hogy Lettország a második hivatalos nyelvének ismerjék el az oroszt. Médiaértesülések szerint több mint 180 ezer aláírást gyűjtöttek össze, amely jóval meghaladja az indítványozáshoz szükséges 150 ezer aláírást. A hivatalos eredményekre azonban december végéig még várni kell. A lettek ellenzik az esetleges alkotmánymódosítást, attól tartanak ugyanis, hogy a lépés a lett nyelv fennmaradását veszélyezteti. Félelmük azért is indokolt, mert azok közé a nyelvek közé tartozik a világon, amelyet a legkevesebben beszélnek. Ide jönnek az oroszok, és a saját szabályaikat akarják érvényesíteni, minket pedig ellehetetlenítenek, ez szörnyű, mondja felháborodottan ez a rigai lakos. Ez nagyon aggaszt, ha a kis ujjunkat nyújtjuk, akkor az egész markunk el majd nekik, adott hangot aggodalmának ez a nő is. Az orosz ajkúak természetesen örülnek az eredményeknek, ugyanakkor nem szeretnék, ha a két nyelvcsoport között feszültség alakulna ki. Nem szabad, hogy ez az aláírásgyűjtés az oroszok és a lettek közötti háborúskodáshoz vezessen. Vannak Európában más országok is, ahol több hivatalos nyelv van. Szerintem ez egy teljesen természetes kezdeményezés, véli ez az oroszul is beszélő férfi. Amennyiben a hivatalos eredmények megegyeznek majd az előzetes bejelentésekkel, úgy a parlament fog dönteni az alkotmány módosításáról. Ha a parlament jóvá hagyja a törvényt, a kérdésről népszavazást kell tartani. Szükségállapotot hirdettek Perúban, miután egyre hevesebb tiltakozások zajlanak egy aranybánya ellen. A helyi lakosok a rendőrökkel is összecsaptak a demonstrációk során. Múlt héten az amerikai bányatársaság átmenetileg felfüggesztette a közel 5 milliárd dolláros projekt munkálatait, amíg nem sikerül megállapodásra jutni a helyi lakosokkal. A helyzet miatt az ország környezetvédelmi miniszter helyettese is lemondott, aki szerint jogos az emberek aggodalma. A lakosság leginkább attól tart, hogy a tervek szerint 2015-től üzemelő bányának katasztrofális hatása lesz az ivóvízkészletre. Megkezdődött Bosznia egyik legrégebbi mecsetének a felújítása. A háború sújtotta több száz éves Kuslat mecsetnek közel 20 évet kellett várnia a rekonstrukciós munkálatokra. A mecset falai Bosznia zűrzavaros történelmének 500 évéről tanúskodtak, majd aztán maga az épület is a történelem részévé vált, amikor 1993-ban a háború alatt felgyújtották. A Kelet-Boszniában élő muszlim lakosságot az 1992 és 95 közti harcok során a boszniai szerb hadsereg arra kényszerítette, hogy hagyják el otthonaikat. A hátramaradt házakat és mecseteket pedig lerombolták. A Kuslat mecsetet a 15. század második felében az ottomán megszállás után nem sokkal építették. A mecsetnek egykor fontos szerepe volt a vallási életben és a történelemben. A helyiek most azt remélik, hogy a mecsetet sikerül eredeti állapotából visszaállítani, és ismét fontos központjuk lehet. Az anyagokat és a rekonstrukciót tekintve a mecset ugyanolyan lesz, mint 500 évvel ezelőtt, mondta az Szvorniki közeli iszlám közösség muftia és elnöke. A hegy tetejére egyetlen szűkösvény vezet, és az építkezéshez szükséges anyagokat és felszereléseket csak lovakkal tudják felvinni, a munkások pedig gyalogcipekednek. A felújítás költségeit a közeli falvak lakói állták.
A munkálatokat fedező összeg nagy részét két család ajánlotta fel. Általában nehéz vallási építmények rekonstrukciójára pénzt gyűjteni. Mi szerencsések voltunk, hogy kellő számú adakozónk volt, mondta ez a régi otthonába visszatérő lakos. A mecset egyébként nem csak a muzulmán hívőket, hanem a turistákat is vonzott a történelme és legendái miatt. Álomautókat, 8 Ferrarit és egy Lamborghini törtek rommá sofőrjeik egy japán autópályán. A Hiroshima közelében történt összesen 14 autót érintő tömegkarambolban senki nem szenvedett súlyos sérüléseket. A kórházba kivizsgálásra beszállított emberek is inkább csak zúzódásokat és karcolásokat szedtek össze. A baleset úgy történt, hogy az egyik Ferrari előzés közben megcsúszott a nedves úton, és a szallagkorlátnak csapódott. A mögötte haladók pedig már nem tudtak időben megállni, úgyhogy gyakorlatilag roncstelepé változott a stráda. A vizsgálat szerint egyébként a balesetet okozó autó 140-160 km-es sebességgel hajtott. Világhíradót legközelebb 10:45-kor láthatnak Tóth Gézával. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!